Hát figyelj, szevasz vízkő, nem lesz vízköves. Ja, ezzel de a kicsi szivacsal az egész kocsi? Az egész autó, igen. Nagyon jó. Mint azt tudhatjátok már, szevasztok, az egyik támogatónk a Rivax, akik ugye prémium autókozmetikai és autónápolási termékeket forgalmaznak, amúgy tényleg svájci a motyó, és ott is gyártják. Egyszer el kéne jutni a gyárba már, tényleg. És most kitolok velük egy kicsit. Mert azt mondták, hogy van nekik egy szerződött partnerük, prémium autókozmetika, Unaon prémium, nagyon nizé, és hogy megmutatnák, hogy mire képes az ő polír cuccuk. Na most, szerintem ők arra gondoltak, hogy majd a kappát, vagy a szerkesztőségű búzt, vagy valamit oda betolunk, hogy elpolírozgatják, azt látványos lesz az eredmény, mert csillog-villog. Hát nem. Nem véletlenül ülök a saját csippembe. Ezzel azért 2-3 túrát végigtoltam. Takonyba, karcba, ide szép nyerni, úgyhogy most felkészülhetnek. Mert ezt fogom oda betolni, hogy na, srácok, egy kis házi feladat, csipkebokor, rózsabokor, fatörzs, izé, ez van leesve, azt kellett visszapattintani. Aztán lehet kibontakozni. Na, úgyhogy ez fog történni most. Elviszem a kocsit, megnézem, ott hagyom, aztán majd meglátjuk, hogy ezzel így lehet állítani, még most is találok új funkciókat. De jó, aztán majd meglátom, hogy mit hoznak ki belőle. Azért mégis az ember eladja a gépet, legyen rendbe. Ez innentől szép nyerni, úgyhogy készüljetek. Itt van Pásztói Peti. Igen. Azt mondta, hogy majd ő. Meg ott van Pamacs. Pamacs, gyere már. Ismertem az apádat. Szia. Némileg magasabb volt édesanyád, valamivel kisebb. Igaz-e? No, Petikém, látod? Ez itt fatönk volt. Fatönk. Csipkebokor, szerintem ez volt a rózsabokor. Látod azért, én ezzel jártam, és látszik, hogy előre fele ment az autó. Mert hogy... Igen, a sportcsik úgy ment bele. A sportcsik úgy ment bele. Peti lesz az, aki megpróbálja a lehetetlen. Igaz? Uh-huh. Na, mintha te, Peti, nem te. Nem te. Mert ugye nézzük meg a műhelybe, azt lehet mutatni, hogy ez... Az lehet, most gyere, gyertek, nézzétek meg, mert ő ilyet tudán. Azért tiszta műhely, rendes az. Itt vannak azért lámpák, mert az nagyon-nagyon fontos. És ez barna, marha jó színe van. Erre mondtad azt, hogy ezeket, na nézd, az olyan volt. Látszik, hogy mennyire karcos volt? Az gépi mosó, az ilyet csinál. Mert azt mondtad, hogy ezeken az Audikon marha kemény ellenálló a lak, igen. De ha sérül, akkor pusztulat. Meg akkor sokkal nehezebb fölpolírozni a felületet. Erre beszéljük, itt a mikrofon néz, mert te meg gyere ide, nem kell félni, ő beszél, ő. Majd kivágja. Nehezebben karcolódik a felület, de hogyha sok karc lesz benne, és az sokkal nehezebb kipolírozni. Az nagyon finoman, nagyon óvatosan, hogy magát a lakfelületet ne polírozzuk agyon. Hanem kisebb területeket veszek mindig, mondjuk egy adott felületet. Ilyen kis lépcsőbe állat? Kisebb lépcsőbe, és több, sok ideig polírozom meg. Szóval nem az, hogy szaladgálok a polírgéppel a felületen oda-vissza, mint a mérgezett gép, hanem kicsi felületeket veszek, több ideig polírozom, hogy jól meg tudjam munkálni a felületet. Most ezt azért mondjuk már el, hogy ez itt egy annyira, nézd meg, rendes makita géppel dolgozik, ugye? Hogy azért ez itt annyira vékony jég, ez az autókozmetika, meg az autópolírozás, hogy ti azért ott harapjátok, meg marjátok egymást a kozmetikusok, ahol lehet. Mert ha kikerül ez a videó, lesz alatt a 20 komment, hogy ezt nem így kell, ezt úgy kellett volna. Persze. Meg itt mindenki jobban tud mindenkinél, azért ezt már észrevettem. De azt talán mondjuk el, hogy a kézi polírozásnak annak otthon az átlagember neki állhat kézzel, nem? De géppel... Úgyhogy így kézzel? Úgy kézzel, meg tudod így. Hát lehet maxolgatni az autót. Maxolgatni, de... Persze, de nagy eredményt nem tud elérni egyébként. Mert én már láttam, hogy sokan próbálkoznak a kis polírozógéppel, amit megveszel időben, meg az Aldiba, az több kár csinál, mint hasznot. Mert azért ez szakma. Én 30 éve polírozok. 30 éve. 30 éve csinálom.
Több mint 30 éve, 10 év után, míg 10 évet políroztam, és azt mondtam, hogy még nem tudok polírozni. Pedig meg, akkor már megcsináltam egy pár száz autót. Aha. És még azt mondtam, hogy még mindig nem értek hozzá. Ezt mondjuk el, hogy ugye maga a polírozás az azért levesz mikronokat. Igen. A lakrétegből, igen. A felső rétegből. Hányszor lehet felpolírozni, vagy ezt autója válogatja? Szerintem autótípus, nyilván mondjuk ennél a típusnál mondjuk egy autón, egy Audinál, elég vastagon meg van fújva. Ezt azért lehet, amik a Mercedes-eknél BMW-nél. Mondjuk ez kétszer is. Lehet. Ezt lehet tízszer is akár. Aztán. De mondjuk egy Lexusnál, azt találkoztam olyannal, hogy... Na ilyen 70-80 mikron a fényezés csak. Az vékonyabban fújja. Aha. Vékonyabb, spórolósan. Úgyhogy így tervezzetek ti is, mikor nekiláttok otthon polírozni, hogy ezzel számoljátok, hogy nem minden autón van egyformán vastagon, meg mindenhol. Ugye igen, van éleken igen, esetleg igen, vékonyabban igen. Van. Azért kell óvatosan, finoman. Mert könnyebben lehet nagykárt okozni. Na most ebbe az én autómban már nagykárt nem tudsz okozni, mert jól látszik, pontosan meg tudom mondani, hogy milyen vastag a festékréteg, mert látjuk, hogy milyen mély a kárc. Nyilván, gyere nézzük, mert Peti, te is mondtad, hogy valamit már kihozni nem lehet. Ugye itt voltak ilyen mélyek kárcok itt. Mert hát ez már fehér, ez már bement az alapozó. Látszik az alapozó, igen. Itt. Igen. Igen. De tompítani, halványítani lehet, de ott azért ki fog látszódni az alapozó. Látok némi aggodalmat a tekintetben. Nem, abszolút nem. Nem. Ezek már nekem nem kihívások igazán. Persze, de láttátok, mert amikor begurult a videó, azt látták, azt mondta, Na, az autó most itt marad. Nem tudom, hogy mit fogsz használni, meg hogyan, hány lépcsőbe, de vissza fogunk jönni, amikor azt mondod, hogy most már van valami. És akkor már megnézzük, azt elmondhatod, hogy hány lépcső, mi az első, mi a második, mi a harmadik, mi a negyedik. Jöttem volna operatőre, csak szegény Franket telibe verte egy nyugdíjas bácsi, úgyhogy ő most valahol éppen intézkedik, meg betétlapot töltöget, de visszatérünk még ide a műhelybe. Prémium. Autókozmetika. Ennyi. Csak a prémium. Csak a prémium. Aztán meglátjuk, hogy mit tud a Rivax. Amúgy most tényleg, mennyi nem most? Jó, ez a... Tényleg? Igen. Csak ezzel? Igen. Mikor megyünk ki a gyárba, Peti? Következőre kipróbálni majd, összekarcolni újra az autót. Hova? Svájcba, a gyárba? Én ja. A 2000-es években minden évben legalább egyszer mentem tanulni Svájcba. A gyárba. És tanultál? Na, elég sokat az őszintén. A kenik vágják a témát akkor. Na, majd akkor kimegyünk, megyünk. Hogy tényleg mennyire svejci a svejci, mert esküszöl, hogy ott gyártják. Ott. Bólogát. Úgyhogy már meglátjátok, de visszajövünk ide, már hétfőn vagy kedden, most van ugye péntek, aztán megnézzük, hogy Peti mit hozott ki ebből. Hát nem tudom, Bence, innen üzenem, hogy lehet, hogy feljebb fog menni az ár. Elképzelhető, mert egy nagyon szép, nem csak jó lesz a Verda, hanem szép is. Köszönjük a figyelmet mára. Azért akarom ki a képet ezzel a csúnya fejemmel, hogy ne látszódjon az a fantasztikus eredmény, amit elértünk, mert innentől kezdve többet ér az autó, úgyhogy én már tudom, hogy kinek akarom eladni, meg ki fogja megvenni, most mondom, hogy az innentől kezdve már többet ér, mert így néz ki, öregem, a Peti, ez csodát tett. Majd ide kiírjuk azért, hogy x nappal később. Hány napot dolgoztál el te, Peti? Három. Hangosabban mondjad ki? Három. Hármat? Totál szívás. Szondja, de még, mi volt? Azért amúgy, na. Látom, a csodát azért ezt mutass, mondjuk el az ilyen nézőknek, hogy amit mondtál is nekem, hogy amikor már alapozóig van igen. Kulcsozva vagy karcolva, azzal már nem lehet mit csinálni. Nem. Az már fényezés. Igen. És három napot? Hát nem úgy teljes, nem reggeltől estig, de azért ráment egy 14-16, egy olyan 17 óra. Összesen 17 óra. De ne kerámiáztad is, vagy, igen, az, kerámia, vagy az már igen, más? Kerámiával együtt. Ó, Franky, tudnád, hogy úgy csúszik, hallod, mint az angolnál egy vödör takonyba, úgy megy rajta a kezed, hogy rendesen jó hozzáérni. Ó, de a sima kerámia, vagy ez a grafines cucc, amit a Rivax használ? Ez a... Mutasd, hozzad ide. Mit tettél? Hát lássam, még egy rennyém a kocsi. High Hydrophobicity, azt kell nekünk, egy Crystal Gloss. Az mit tenni, 10 óra, míg kikeményedik? 10-12 óra, igen, addig nem mehet ki a műhelyből, míg kikeményedik. Igen. Addig foglaltál? Hát addig így éjszaka bent marad a műhelyben. És az alatt keményedik ki, igen, és utána ez mit? Most nincs benne, már elfogyott.
Ez mi? Ezzel viszem fel a felületre. Az egész kocsit ezzel a kis szivacsal? Így, ezzel. Azért ezt nézzük már meg. Rácsöpögtetek, így. És akkor mondjuk így viszem föl, így a felületre, így. Gumikesztyű rajtam. Egyik kezembe az egyik ruha, a másik kezembe a másik. 20 másodpercem van, hogy letöröljem, de nem vihetem föl a másik felületre, mert kikeményedik, akkor foltos lesz. Úgy kell letörölnöm, hogy teljesen hibátlanul letörölni, a másikkal meg kifényesíteni, letörölni. Nagyon gyorsnak kell. Mind a karate kölyök? Abszolút. Felvisz, letöröl? Na ezért nem foglalkozunk, Miki, azt a kurva. Ja, ezzel a kicsi szivacsal az egész kocsi? Az egész autó, igen. Nagyon jó. Így lépésről lépésre. Öcsém. És ez? És ezzel kezdtem, ez a durva polír a Rivaxnak. Ez a PX100. Eltávolítja a P1500, P3000. Mély karcokat hibátlanul eltünteti. És ez a durva polír? Igen, az a durva polír. Ez meg gondolom akkor finom, a finomabb. A teljesen lefinomítom utána a felületét, hogy gyönyörű tükör legyen. A PX200 teljesen alkalmas rá. És de egy finom polírnak megfelel az is, hogyha nem ilyen durva. Jó, de ez extrém kretén volt. De hát ez. mi volt a legnehezebb rajta? A Benny kollégámmal ketten políroztuk. Benny, mi volt rajta a legnehezebb? De a motorháztető. Hangba? Azt akkor te mondjad el. A gépháztető volt a... A gépháztető? Az volt a legnehezebb. Ja, mert azon még pluszban... Ez nem tudom, de több autónál én is észrevettem, hogy sokkal keményebbre készítik magát a felületét, mondjuk a tetejét és a gépháztetőt. Lehet, hogy benne van az is egyébként, hogy bekalkulálják, hogy a kavics felverődések, vagy bármi ilyesmi. Aha. De mondjuk, hogyha kap egy ilyen védelmet a jó, felület, az gyere, autó... Franki, meg kell fognod, érj hozzá. A kavicsok... Így, de csak így, ne legyen rajta valami. A kavics felverődés... Aha. A kavicsok nem tudnak megtapadni a felületbe, és ezáltal kevesebb, nem tud annyi sérülést okozni egyébként. És ez most meddig marad ilyen? Kettő év. A gyár kettő év garanciát ad rá. Kettő év. Ez most ilyen vízlepergető, meg minden? Majd mindjárt kihozok egy vödör vizet, megmutatom, milyen itt leöntöm ezt a részt, hogy milyen lesz. Teljesen hidrofób az autó, sokkal könnyebb tisztán tartani az autót, és kevésbé tapad meg rajta a kosz. Figyelj, én csak lesek. Elképesztő. És a tükröt is, mindent? Ezeket szépen leápoltam, egy műanyag ápolóval. Igen, mert azt szoktam használni a Rivax. Az összes kédert, műanyagot, mindent. Azért öregem. Elképesztő. Mondtad, hogy nagyon vastag volt rajta a lak? Hogy ez jellemző az autókra, vagy? Hát, vagy inkább csak azért, mert terepjárónak készült? Mondjuk ez egy jobb típusnak számít, ez a Cherokee Jeep egyébként. A minőségi autót azért vastagon lekezelik. Tényleg? Igen. Ezt még senki igen, nem mondta erre az igen, autóra, hogy ez igen, egy... Igen. Szerintem ez minőségi autónak számít, ha maga nevében, ez mennyi idős is? Hát 20. 20 éves. Ezt azért 20 évvel ezelőtt is nagyon jól megcsinálták. Nagyon. Ezt nem gondoltam volna. Na, hát akkor ez egy plusz info volt minden Grand Cherokee tulajdonosnak. Szóval van rajta... Grazba csináltak, hát Ausztriába gyártak. Van rajta lakréteg, úgyhogy lehetett formálni rendesen a felületet. És volt olyan, ami nehezen jött ki, vagy ami... Volt olyan, hogy vissza kellett rámenni, igen, igen, de azt is érezni kell, figyelni kell, hogy ne koptassuk ki a lakot, hogy magát a lakot ne sértsük meg. Uh-huh. 17 óra. Meg lehet égetni a lakot egyébként. Azért javaslom egyébként, mikor adok valakinek tanácsot esetleg polírba is, hogy alacsony fordulaton végezze a polírozást. Hopp, ez nagyon fontos. És kisebb felületet fogjon be, akkor jól meg tudja mennyire munkálni. Mennyire nyomod rá a gépet, vagy azt már nagyon kézbe kell, hogy legyen? Érezni kell. Hogy érezni a gép súlyát kell. Engeded legyen rá igazából? Van egy kontakt, ugyanúgy, mint te érzed, hogy beülsz az autóba, és érzed az autót. Aha. Ezt is ugyanúgy érezni kell, hogy mennyire tudom rátenni, mennyire kell rádülnöm a polírozásra. Mi az, ami a... Tényleg ezt mondjuk már, mert hogy akkor egy kis szolgáltatást nyújtsunk, hogy mik azok a típusok, vagy mik azok a gyártmányok, hogy van-e népenként, hogy mit én tudom, a japán autókon én úgy hallottam, hogy nagyon vékony alakréteg, 80-90 igen, mikronra fújják igen, őket, de mit én tudom, az amerikai autókon, meg vastagabb, hogy van-e olyan, hogy mit javasolsz, mert ugye rengetegen néznek minket, ugye sokféle autót használnak, hogy mi az, aminek otthon neki lehet menni, mi az, aminek inkább ne menjen neki otthon, még kézzel se. Hát az otthonit azt ajánlom egyébként, hogy és hogyha abszolút nincs tudás, gépet ne használjon. Ó, igen, azt én sem értem.
kézzel? Nem. Én azt mondom, hogy inkább szakemberre bízza, mert ott azért megvan az, hogy... És az ő felelőssége is. Aha. Nyilván, hogy elviszem egy szakszervizbe, egy műhelybe, rábízom valakire, hogy ő vállalja. Mit lehet csinálni a bemattult fényezés? Mindjárt meg visszatérünk, mert érdekel, mit lehet csinálni a bemattult fényezés? Tudod, a 90-es évek, meg 2000-es évek elejé, nem csak olasz, de jellemzően olasz autók, tudom, amikor meg kiszívjálnál bemattul, azzal még lehet valamit kezdeni, vagy? Hát, hogyha van még rajta lakréteg, akkor igen. Ha nincs, akkor újra kell lakkozni? Akkor igen, igen, akkor újra kell. És azt lehet fényezni, vagy lakkozni elég? Mert hát azt mondjuk már, a fényezi, aha, az technikai kérdés egyébként. És mik azok, térjük vissza oda, hogy mely autókat érdemes egyáltalán, vagy mi az, amit ha behoznák, akkor már nem mersz neki menni, mert már mondjuk az élem az elmegy, vagy valami, hogy... Ezt én látom. Ha letisztítod az autót, azt azért rögtön látod. Az egy ilyen Soul Red Mazdának neki mersz menni? Tudod, van az a bordós, vöröses... Bárminek. Én 30 éve után bárminek neki megyek, abszolút. Teljesen. De hogy nincs így jellemzően, hogy ezt inkább macerásabb polírozni? Nincs. Veszek egy felületet, és akkor ott esetleg kísérletezek, hogy mit használhatok hozzá. Durvát, finomabb korongot, durva pasztát, finom pasztát. Próbálom megnézni, hogy mi viszi. Mi az, ami viszi, aha, a felületet, és ne okozza kárt a felületnek. Pont ez a lényeg. Hogy értéket teremtsek egyébként. Hány lépcsős egy ilyen, mondjuk ez, amit ezen csináltál? Hát a kerámiával együtt 3. De akkor ez mind ilyen apró pepecselős. Igen. Öregem. Igen. Hát ez nagyon komoly. Akkor már csináljunk egy olyat, majd én a Rivax Petivel beszélek, hogy egy ilyen kezdő polírszettet rakjuk majd össze az embereknek, nyilván nem gépi, hanem kézi polírozáshoz, mert én amikor otthon csináltam kézen, utána úgy léptem hátra, hogy azt a kurva mennyivel jobb lett, és az nyilván messze nem az volt, amit te tudsz, messze nem, de hogy már azzal is tök jó eredményt lehet elérni. Nyilván nem a koszos autót polírozzuk. Peti, kihozhatok egy vödör vizet? Hozzá, persze, hozzad. Ezt nézd, Peti, szalad róla a víz, menekül! Aha. Tegy össze a szangyonggal, én megyek ezzel. Én most már valahogy kinéz. Jó, ez is jó, meg új, meg minden, de azért a... Igaz? Na most eladjuk. Aztán már befektetünk másba. Amikor Németországban ilyen 70-80-nal elkapja. Hát figyelj, szevasz vízkő, nem lesz vízköves. Látod? Azt nézd meg. Mi a Terminátor, amikor összeáll a T-1000-es. Na, ezért érdemes ezt szakemberre bízni. Én úgy gondolom, hogy az autó értékét is növeli. Mindenképpen egy szép fényezés. Meg hát úgy fiatalodott azért 10 évet. Ugye? Úgyhogy mostantól kezdve ezzel nagyon nem megyünk már az erdőbe. Meg a Ganályba, majd a másikkal. Petikém, egy Isten császár vagy. Bazzik, ezt nagyon letetted, öregem. Volt már ennél nehezebb melód? Volt? Nem? Na, 3, 2, 1. Ezért felsóhajt ezt, mikor elmegyek innen. Volt olyan... Hogy olyan, sokat gondolkozott olyan, rajta? De nem, csak azért már olyan sok autót csinálok egyébként, hogy volt egy Toyota Hilux, hogy vadászautó volt, és kimondottan csak erdőbe jártak, és csak olyan karcos volt a felület, hogy nem tudtam megállapítani a színét sem, olyan karcos volt, és nem tudtam megállapítani, hogy egyáltalán, hogy lesz-e belőle valami, hogy lesz-e fénye. De hogy elkezdtem csinálni, úgy jött, megláttam a színét, és hát két nap után lett eredmény egyébként. Azért annyira, olyannal azért nem kell. De hát basszus, elképesztő. Na, hát ennyi. Jó szakember, jó cuccok, ugye? Tényleg amúgy Svájcba gyártanak, azt mondom neked is, Frank. De hát ezt tudod, nagyon jó, használtál már te is a kis vakrosdárat, ezzel tüntetted el, nem? Az is működött, nem? Meg menjünk már, nézzük már meg, hogy hol kocsvasztják ezeket. Biztos valami alagútba, svájci hegyekbe. Tudod, ilyen titkos bázison. Olvasszák az aranyat, mellette meg főzik a cuccot. Ez így szokott lenni, ismerem én a svájciakat. Na, jövünk még vissza ennél is érdekesebb tartalmakkal, meg majd akkor bejelentkezünk, amikor átadjuk az új tulajdonosnak. Nem érdemli meg. Nem érdemli meg, de mindegy. C'est la vie, az élet ilyen. Megyünk tovább. Ő most még nevet, de nem tudja, hogy mit akarok én idehozni. Mi lesz ezután? Lesz még. Ez biztos, hogy ide jövök.
Szevasztok!